longer a slave, Abe. We'll be right back.
Szép napot, sziasztok, csácsá! Szép napot, sziasztok, csácsá! Ez egy picit visszhangzott azért most. Nem hallasz, pedig beszéltem. Na, Marci, hát kész lesz az lassan, az a szép-szép. Szép kis gép. Igen, az előbb azért nem hallottam, mert kint voltam a konyhában, és nem beszéltem. Igen, azért hallottátok többször, mert ugye visszanéztem a streamet, mindig az elején visszanézem, hogy jól megy-e, vagy elindult-e, vagy mit tudom én. És ugye, ha benn hagyom a streamet, akkor amikor bekapcsolom a nektek a hangot, akkor az ugye visszamegy a hangkártyán, és akkor körbe megy, és akkor sokszor visszajátsza, úgymond. Ja, de még várjál, elfelejtettem valamit behozni, mindjárt jövök. Hát a konyhába, hát most vettem ilyen Dr. Peppert, és kiugrottam a hűtőbe, egyet behoztam, ez a kis, hát ilyen dobozos, szerintem sokan tudjátok milyen ez. Én azt mondom, hogy a kólához hasonlít, de szerintem ez nem kóla, hanem én nem tudom őszintén, hogy milyen ital ez. Hát ilyen szénsavas téma, biztos valaki jobban tudja tőlem. Csak az íz az jó. Cseresznyi, és vagy cseris Coca-Colához hasonlít. Legalábbis az én szemembe. Ja, rendben, Marci, köszönöm szépen, hogy szóltál, meg ilyenkor ugye tudsz a izéval is jelezni azzal a felkiáltóját, Darky. Dr. Pepper, igen, igen, azaz. Az a Plants vs. Zombie, az iszonyat jó játék. Nekem az a baj, hogy a kettőn gondolkodtam, hogy többször, hogy végig kéne játszani azt is, csak az első része után valahogy nem jutottam el oda, meg a telefont sem szeretem játékra használni, mert hamar lemerül. De nagyon jónak tűnt a második rész, amikor úgy láttam meg minden, csak valahogy, meg ugye azt nem is tudom, szerintem azt nem is lehet gépen játszani, hanem ahhoz ugye csak, az csak telefonra van, ha jól tudom. De lehet, hogy rosszul tudom. Ja, hogy nem lehet ott nálatok venni. Hát nálunk a Tesco-ban van egy pár, volt egy pár darab. Igazából ilyen érdekes íze van. A pontos összetevőket azt nem tudom. Na, hol is tartottunk? Ja igen, hogy itt elkezdeni tisztogatni a dolgokat. Például kezdhetem ezzel is. Én most gépen játszom, de szerintem a második csak telefon jelent meg. Hát, hogy az első van gépre, akkor szerintem a másodikat is kiadhatták, én úgy gondolom. Jajaj, a tablet, igen, igen. Hát a mobil verziója, jaj.
De hát persze, ezt én se tudom pontosan, csak tippelem, de az első részét azt mobilon játszottam én végig. Elméletileg, hogyha megszereztem az összes ilyen kis bizbaszt, akkor ugye át tudok menni már a hard végigjátszásba majd. Kicsit eltévesztettem a napot, ugye, mert úgy volt, tegnap még úgy mondtam, hogy estig dolgozok, de ugye kiderült, hogy nem addig kell. Úgyhogy lehet, hogy ma be tudom fejezni még aránylag időben. Nem mintha olyan eszeveszett fontos lenne, hogy ma befejezném, csak hát, mert ugye akkor utána el lehetne kezdeni a hárdon. Igazából ráérek, mert egy jó ideig most nem is lesz más játék nagyon. Azt tudom, hogy közben, hogyha van állat valahol, azt érdemes lenne megölnöm, mert ugye kell pár bőr, azt hiszem 20 darab hiányzik, ha jól tudom. Nem sok, szinte az összes fejlesztés már megvan. Hát itt már sok minden nem lesz. Sőt, biztos, hogy nem. Na, így kell megúszni az esést. Nem, nem halt meg, azért bírja ő a strapát, nem arról van szó. Csak közben néha nézeket nem kell, hogy merre megyek. Igazából tudom, hogy miből mennyi hiányzik, vagy van vissza, csak a térképen én nekem fura, hogy ezek vajon hol lehetnek, mert majdnem mindenből még kettő hiányzik, mármint ilyen rókajukból kettő, oszlopból kettő, meg szentélyből kettő, ha jól emlékszem. Nem olyan sok, csak hát hiányzik. Hát az egy van meg, az FPS rajzol, ami... Ja, az a Garden Warfire, vagy micsoda, tudom, az a... Hú, az nekem nem tetszett. Az egy ilyen múlt is valami. De az FPS? Szerintem az nem FPS, vagy én nem tudom, mire gondolsz, a Garden Warfire az rendes külső nézetből látod, én úgy tudom a szörnyeket. Vagy hát attól függ, hogy mivel vagy. Ha arra gondolsz. De csak annyi, hogy 3D-s. TPS, igen. Úgy, hogy 3D-s lényegében, de ja, tudom, mire gondolsz. Csátoxik, szia. Hogy vagy? Hát itt se lesz semmi, az biztos. Várjál, ez... ja, értem, a hátam mögött. Aha, arra egyszerű kerülni a térkép szerint. Kíváncsi leszek, hogy ott a köd alatt vajon meg-e találok mindent, de meg kell, hogy találjak mindent, mert ugye ezek a mondjuk a rókajuk, meg ilyesmi, ezek nem lehetnek elrejtve. Egy pillanat türelmet. Hírja
Thank you.
Na, vagyok elnézést, csak ilyen technikai problémák voltak itten. Na, Isten éltessen toxik. Bocsánat, hogy elmentem innen, de volt egy kis elintézni valóm gyors. Hát toxik az a legjobb ital a sör, de most ugye ilyen peppert iszok, mert ez... Hát sört most nem akarok. Azt nagyon ritkán iszom mondjuk. Amúgy én meg egy Shadow of Tomb Raider fémtokkal ajándékoztam meg magam, bár nincs születésnapom, meg semmi, de hát ilyen random ajándék saját magamnak. És rájöttem, hogy az utolsó darabot vettem meg. Abba az üzletbe, vagy mi ez? Ilyen netes téma. Aha, ott vannak a... Ja, rendben, toxik. Hallottad, amit mondtam az előbb, nem? Amiket mondtam, nem? Ja, nem, akkor még egyszer Isten éltessen sokáig, illetve... Azt mondtam, hogy én meg ugye vettem egy PS4-re egy Shadow of Tomb Raider fémtokos verziót, és ugye az üzletben az volt az utolsó, pont elhaláztam. Aránylag elég jó állapot. Állapotban már elég jó árba volt. És ugye az volt az utolsó példány. Még jó, hogy meg vagy rátaláltam így az üzletbe. Mert annak nagyon szép fénytokja van. Én Herhel? Hát én mind, mikor nem vagyok jó? Én nem is értem a feltételezést. Ja, meg ugye ott Twitteren raktam ki képet, bár nem olyan túl nagyon szépek, vagy mit tudom én, mert ugye csak ilyen aránylag a hozzám mérsékelt színvonalon tudtam lefotózni, de nagyjából azért látszik, most annyira nem rossz a kamerája ugye a telefonomnak. Igen, erre sejtettem, hogy ez ilyen furfangos, fogós kérdés. Oha, megint egy állat. Meg lesz itt hamar a fejlesztés, ahogy nézem. Itt az erdőben jó sok állat van. Jaj, miért bukfencezett? Márja, mennyi kell még? Hol tudom ezt megnézni? Gyűjteményekben? Bőr. 18. Jaj, még kettő kell. Nekem a kardom és a tantó. Aha, nekem minden fullos. Mármint a hülyeséget mondok, nem minden, hanem a... Mi hiányzik? Egy fejlesztés ebből, ha jól tudom, meg virág hiányzik még. Hopp, tiszapva várja, az kell. Már nem tudom, mire, de kell. Virágok kellenek, mert abból rengeteg hiányzik.
Rengeteg skin nincs meg, és ugye ahhoz 10-10 meg 20-20 virág kell. De a többi az mind megvan. Vagy hát meg lesz, mert ugye most kettő, még kettő izéken állat. Hát ugye nekem igazából maga a fejlesztések azért lettek idézőjelben hamar meg szerintem, mert ugye mindent kilútoltam, meg rengeteg helyen megálltam állatokat. Hát állatokat nem annyira, pont ez volt a baj, hanem inkább sima ellenfeleket. Vagy nem is az volt a baj, hogy nem öltem meg, hanem ugye a disznókat nem szerettem megölni, mert nagyon nehéz megölni őket, mert szétfutkosnak, és inkább medvékre mentem rá, és az meg, mivel úgy ritkában volt, ezért kicsit lassabban fejlődtem, de Amonnak annyi bőr volt, hogy konkrétan ilyen 200-at vagy 150 darabot még el is kellett adnia. Vagy hát eladott, nem el kellett, csak eladott. De mondjuk nem gond, az se lenne gond, hogyha még kéne fejlesztenem valamit, mert el vagyok így a játékot, csak az, hogy egy ilyen, azt mondom, egy ilyen alapos térkép vadászat felderítős módon, ahogy most én is csináltam, igazából el lehet azt mondani, hogy maxra lehet mindent húzni jóformán. Mert annyi, hogy mondjam, kalandozik annyit az ember, hogy meglegyen minden. Baszki, mindegy. Aha, ott is van. Állatokat én sem öltem lett volna. Vagy csúszda szarvasokat nem öltem. Szarvasokat nem is lehet megölni szerintem, vagy meg lehet? Én nem tudtam. Hogy mondjam, ha le akarom kardozni, eleve nem is érem utol, hanem mindig elfutnak előlem. Mondjuk íja, nem próbáltam. Várjál. Ja, tényleg, azokat is meg lehet. Hú. És mennyit ad? Így akkor mit picit gyors... Nem is ad semmit. Mondom, szerintem a izékat azokat nem lehet. Mármint, hogy megölheted, csak nincs értelme. És ez a baj, hogyha nem ölsz állatokat, vagy hát akkor sincs baj, csak akkor készülj fel arra, hogy sokat kell farmolni. Utólag. Néha nem ad, de... Hát érdekes, de úgy értve, hogy a többi állat, akkor ezek szerint sokkal jobban megéri, mert ott ugye mindenképpen ad mindegyiknél. Ezek szerint lehet, hogy csak a szarvasnál nem ad mindig. Találhatnának már valami egyebet az állat. Hát herhel jó, de hogyha abból indulsz ki, hogy a valóságban is vannak vadászok, akkor érted. A kutya is adna, igen, igazad van, a kutya is ugyanúgy beleszámít, igen. Mármint a ellenfél állatok is. Hát a valóságban, hát attól függ, hát gáz, nem gáz, hát el kell fogadni, hogy ilyen létezik. Amúgy ilyen, itt az utazó ruha kéne igazából, de hát... Mert ugye azzal több izét fel tudok deríteni. Várjál, erre hát fel is veszem. Hát nem ilyen értelemben mondtam, de hát jó, persze most lehet ilyet csinálni, csak hát nem tudsz ellene sok mindent tenni. De akkor ilyen értelemben, akkor ezt úgy is vehetjük, hogy bármilyen, ugye akik nem esznek hús például, pont ez, vagy főként ebből az okból, akkor igazából semmilyen állatot nem szabadna bántani. Csak hát ugye, nem tudom, olyan
olyan vagyok, hogy húsnél, szóval húst azért ennék. Vagy szoktam enni, vagy hogy mondjam. Fényt eszel, látod, akkor te is bántod őket. Hát nem tudom, hogy ez volt a megoldás, csak lehet, hogy úgy gondolták, hogy a bogyókból nem biztos, hogy életképes emberek maradnak, hogyha csak bogyókat esznek meg leveleket. Ez jó kérdés, de hát az ember gyarló sokszor. Képes saját maga érdekeit nézni. Hát azt nem tudom, hogy nem élnénk, de lehet, hogy nem így élnénk, vagy nem ilyen kultúrában, meg nem ilyen fizikummal talán. Mint egyes emberek. Hát mondjuk igen, ez meg a másik, hogy ugye a maga az állam, maga a bőre, nem csak a húsa, ugye a bőre, gondolom az, hogy melegedjenek tőle, meg minden a bogyókat hiába kennék a hasukra. Az nem biztos, hogy védene a hideg ellen, például egy ilyen helyen, és ugye, hogyha rájöttek az emberek, akkor ott még, ma még meg tudod oldani, mert vannak ilyen mű dolgok, de meg lehet azt oldani, hogy ugye annélkül melegedj, hogy állati dolgok kellenének hozzá. Várjunk csak, ez egy új dolog, nem? Fene tudja. Várja, itt lehet, hogy nem voltam még. Igen, mondjuk itt ellenfelek vannak, úgyhogy valószínűleg. Hát azt nem hiszem. És hallod, az animációt nem fejezte be, ezért eltalált. Pedig gurul, akartam gurulni, csak ugye... Baszki. Na ez az. Most azon gondolkozom, hogy itt voltam-e már. Igen, igen, toxik, azaz. Keves animáció volt a háttérben, mongolok is kinyírtak. Az érdekes, hallod meg, szerintem te nem voltál itt tegnap, olyan volt nálam, hogy oda akartam menni egy rókához. A róka kijött a lyukból, de mongolok is voltak ott a környéken, és ahogy betámadtam a mongolokat, ugye kihívással, eltűnt nekem a róka, és csak akkor jött elő, amikor meghaltam, és újra töltött a játék, és hiába léptem ki, ameddig nem haltam meg, ha jól emlékszem, az volt a megoldás, hogy megöltem magam, vagy meghaltam, vagy nem tudom micsoda, és gondolom arra tippelek, hogy utána betöltötte a rókat megint, de az a lényeg, hogy addig nem volt róka. És az neked is volt ilyen?
Hallod, és oda mentem a szentélyhez, mert saját magam megtaláltam a szentélyt, de hiába hajoltam meg, újból ugyanúgy kiírta, hogy nem, mintha nem fogadta volna el. Aha, nekem meg itt volt ez, nézd csak ez. A Cédrus templom alatt. Csak ugye közben már megcsináltam, nagy nehezen. Vagy hát nem nagy nehezen, hát... Pff. Nem foglalkoztam vele, mondtam, ha bagos, akkor max nem lesz meg a trófea. De hát, sikerült. Na nézd csak, de jó, hogy ide jöttem. Tudtam, hogy lesz valami. Jó, meg hát azért nem volt nehéz kitalálni, hogy lesz valami, hogyha egyszer ismeretlen terület van, és még hiányzik. Ó, ez izé, ezt már most mondom nektek, hogy ez, mi vagy berepült a madár, ezért izé van itt, fejpánc, és méghozzá fönt. Ja nem, haiku, baszki. De mindegy, attól még fejpánc, csak azt hittem, hogy maga az épület fenti gerendáján lesz, de nem. Itt van-e. De attól függetlenül még fejpánc. Neked is ez volt magos? Nem mondod. Akkor ez szerint nem csak nálam jött elő. Remény fejpántja. Aha, ez ilyen szép kék színű. Sőt, megcsinálom egy questet is, öltem pár mongot, majd visszateleportáltam. Aha, nálam is ilyen volt most, vagy azért, mert öltem, elmentem és megcsináltam egy questet, vagy pedig azért, mert szimplán meghaltam, nem tudom, de valami hasonló hozta vissza nekem is a rókát. A Dász róka. Gyors, beírjuk, hogy remény fejpántja. Hát ja, végül is nem probléma, mármint hogy ha így megoldódik idővel ez a probléma, akkor nem gond, mert mindenki meg tudja csinálni, csak hát ja, egy picit zavaró meg, hát az embert meglepi elsőre, hogy oké, bug, meg mit tudom én. De hát persze, majd javítják szépen. Reméljük. Vagy nem. Hoppá, na. Nem bírnak magukkal? Ja, elment oda lóvom. Jaj, mennyien vannak! Az mi? Levágott a levegőből.
Na, ne csináld már! De... Basszus. Maradj magadnak. Honnan? Jaj, innen lőtt. Ott már tuti nem lesz semmi, esetleg itt lehet valami. Ja, egy másik ló. Várja, ez mi akar lenni? Jaj, ez ahol ugye Banzai-t rendezett a, az a... Mi a neve? A szerzetesnek. De van itt valami, ahogy remeg a izé. Aha, ez volt az. Most nem tudok kimenni a parton, vagy mi?
Ja, azt hittem van valami. Nem áll, hogy... De ez még mindig mutat valamit. És ezt nem értem. Ide be... Tetőn van valami? Ja, lol. Egy maszk. Méghozzá kék. Seiru... Na, ez nem rossz. Seiru ragyogása. Seiru.
Tegnap amúgy néztem a tévébe megint az című horrort, és még mindig nagyon jónak érzem. Az egy nagyon jó film. Tök jó, el voltam vele. Jó lenne pár ilyen hasonló még. Micsoda a Dansk? Az micsoda? Van, ez egy horrorfilm? Mert ugye volt nagyon régen olyan, hogy a bohóc, meg gyilkos bohócok, meg ilyen, ezek ilyen nagyon régi filmek, és tök jó ilyen. Ja, amit mondtam az előbb, az az. Az a címe, hogy AZ, az. Csak ennyi. Ja, annak amikor átalakítja az orvos azt a faszit, az Tusk, Tusk, ha jól emlékszem. Ugye a szarv, angolul. Ha jól tudom, azt jelenti. Vagy agyar? Lehet, hogy azt jelenti, hogy agyar. Szarv vagy agyar, nem tudom, valami a kettő közül. Na.
Na, 3-ból 3. Hoppá, ott a kérdőjel, ez az. Ó, basz. Nincs életem? Mi segíthet ilyenkor? Így? Nincs, ja, nincs izém. Jaj, ne, ott van egy... Ezt meg kéne vennem, akkor lenne életem. Na, hát, de ügyes vagyok. Oha. Szépen visszahoztam. Még egy pár kérdője tuti, hogy van, mert mindjárt mondom, mennyinek kéne még minimum lenni. Ezekből sincs már sok vissza. Azt mondja... nem táska fel, ez az. 10 darab díszes tárgy, jó, ez nem érdekel. Két forrás, az 2, 4, 5, 6, 7, világító torony. Hát pedig azt azért észrevenném, hogyha lenne. Nyolc. 9, 10, 11, 12, még 12 kérdőjelnek kéne, vagy legalábbis ha nem kérdőjel, de titkos valaminek, amit még nem találtam meg. És ez a 12, ez valahol ezeken a letakart területeken vannak, úgyhogy elég sűrűn lesznek ezek szerint. Vagy elég sűrűn kéne, hogy legyenek, na. Basszus! Neked. És ez egyik se a sok közül. Ez csak egy sima bánya. Mondjuk itt cserélhettem volna igazából ruhát. A szellem képesség Baxon, örülök neki. Na gyertek! Yeah.
Fene a szádat. Szia Jutus! Köszönöm a hostot, szia-szia! Ha nincs begyújtva, nem venni észre könnyen. Ja? Igen. Mongol, bármi, akármi. Szia Jutus! Mi a helyzet? Hogy megy a meló? Várjunk csak. Egy, kettő... Ez három... Várja, egy, kettő, három... Csak három ilyen van? Aha... Hát Jutus, igyekszünk a végére járni ennek a kimaxolásnak. Még 12 titkos dolog, pont most számoltam, hogy még 12 titkos dolognak kéne lenni. Na. Valószínű egy már megvan. Mármint több titkos dolog van, csak 12 olyan, ami gyűjthető. Ja, hát igen, abban nagyon jó zenék vannak, de melyikre gondolsz egész pontosan? Melyik az a... cucc? Aha, ott lesz fönt. Várjál csak. Két madár? Vagy ezt nem értem, ez ugyanaz a madár, vagy kettő volt? Be tudod ide dobni a klipi, vagy a linkét a zenének, vagy pedig, vagy a címét esetleg? Kíváncsiságból. Jaj, köszi, köszi. Mindjárt ránézek egy pillanat. Köszönöm. Na ez mi lesz? Oszlop. Szerintem oszlop lesz. Vagy lehet, hogy megint mongol terület. Ja nem, babusz. Imádom őket. Ebből még egy lesz valahol. Jaj, köszönöm. Mindjárt nézem. Amíg ezt meghallgatjuk, kiugrok gyors egy pillanatra, és így én is a hangszóró hallgatom, csak akkor elintézek addig gyors valamit.
up, guys? It's Ben Schuler from Nerd Out. Thanks for checking out our brand new song for the highly anticipated and highly controversial The Last of Us Part 2. Whether you love or hate this game, we hope you like our take on some of the themes from this series. And huge shout out to our good friend Addie from Halocene for killing this vocal, as she always does. Be sure to check out their links in the description below. As always, the songs will be on iTunes and Spotify. If you're new, be sure to click that subscribe button. We'll see you next week. Delivering the best engineering performance to win on the racetrack and on the road. Igen, igen, amúgy az, jutós. Bocsi, közben néztem én is amúgy itt, csak van egy kis probléma. Mármint nem úgy probléma, hogy baj, hanem csak az a baj, hogy annyi baj, hogy el kell ugranom, sajnos. Úgyhogy, hát most ezt muszáj majd később folytatnom ezt, amit elkezdtem streamet, és bocsi. De lehet, hogy egy ilyen egy órára el kell ugranom. Aztán visszajövök utána. Csak addig ugye leállítom a streamet, mert addig felesleges ugye, hogy itt menjen. De muszáj elugranom egy kicsit. Várjunk annyi, hogy ezt még megcsináljuk, ezt a bambuszt szerintem. Hogy elintézzek valamit. És akkor jövök vissza. Nem volt betervezve ez, mondjuk. Azt mondja, X, négyzet X. Majdnem. Ne, ú, basszus. Az, ott van. Úgyhogy bocsi, de akkor el kell ugranom, és akkor a játékot értelemszerűen nem kapcsolom ki, csak addig a streamet leállítom arra az egy órára kb. Aztán így itt hagyjuk, lepauzézva, így, addig. Úgyhogy akkor bocsi, hogy most tényleg el kell mennem, de majd akkor folytatom egy másfél óra kb. Srácok, lányok. Aztán akkor jövök vissza. Addig is sziasztok egyszer.